Szia fény, te fény vagy, valódi fény, valódi szeretet, fénylény. Ez vagy, csak eddig másnak hitted magad, másra figyeltél, mással azonosítottad magadat. Ha úgy tetszik, egy szerepet játszottál, de te ez vagy, fénylény vagy. És az ébredezésed útján lesz egy pillanat, amikor ezt már tapasztalod is, hogy te ez vagy. Aztán később egyre jobban kezded látni, érezni, tapasztalni azt is, hogy a többi dolog és lény, amit te addig tárgyaknak láttál, embereknek láttál, növényeknek, bokornak, fának, levegőnek, madárnak, stb. Mind-mind ugyanebből az energiából áll, valódi fényből, valódi szeretetből, ebből a csodálatos energiából, amiből te is. És utána egyszer csak azt fogod látni, tapasztalni, hogy eltűnt egy határvonal. Érzed, és látod, és érzed, hogy egy vagy valamivel, vagy valakivel. Ő is fény, te is fény vagy, és nincs köztetek határvonal. Egy vagytok. És ez végtelenül csodálatos élmény. És egyre több ilyen határvonal fog szépen feloldódni, eltűnni. És egyre több mindennel és mindenkivel érzed, tapasztalod, hogy egy vagy. És fény vagy, és szeretet vagy. És egyre nagyobb mi voltodat tapasztalod. És végül tapasztalod, hogy te vagy az egész. A végtelen fény. Végtelen, valódi szeretet. Tapasztalod, hogy ez a végtelen energia vagy, amit Istennek szoktak nevezni. Hogy te vagy a valódi, végtelen szeretet. Végtelen fény, és minden és mindenki a részed, fényrészed, fénygyermeked, fénysejted, és végtelenül szereted őket. És látod és érzed, hogy szeretetből állnak valójában. Fényből, szeretetből, amiből te. És te a végtelen szeretet vagy, végtelen fény, és benned élnek ők, a kis fények, a kis fénylények.
és végtelenül szereted őket.